Azt mondják, hogy az élsportoló egész életét a versenyzés és a győzni akarás hatja át. Különösen igaz ez azokra, akiknek bár aktív éveik véget érnek, a versenyzést Masters kategóriában folytatják. Langhoffer Klára, a Tahitót faluban élő egykori olimpikon evezős is ebbe a táborba tartozik. Munkája mellett edzéseket tart Dunabogdányban, és visszajár egykori társával, Kosztolányi Kamillával evezni. A páros évek óta részt vesz a legrangosabb korosztályos regatta világversenyen, amelyet idén Belgiumban rendeztek meg. A megmérettetésen 32 ország, több mint 2000 versenyzője állt rajthoz. Magyarországot 35 fő képviselte. Ahhoz, hogy valaki Masters versenyeken induljon, a profi karrierje után 5 évnek kell eltelnie. A minimum korhatár 27 év, a legidősebb induló kora pedig a 90 évet is meghaladta. A 4 napos világbajnokságon reggel 8-tól este 6-ig 10 percenként indultak a versenyek. Klára és Kamilla 4 számban állt rajthoz, ebből 3-szor álltak a dobogó legmagasabb fokára. Zsinórban 3. alkalommal nyerték meg az 55 és 60 év közötti korosztály páros versenyét. Ezen kívül elsők lettek a Váci Noé Gáborral és Nógrádi Tivadarral női férfi vegyesben, illetve szintén az élen végeztek egy nemzetközi csapatban. 4. versenyszámukban váltott evezésben ezüstérmesek lettek. Langhoffer Klára így értékelte a versenyt. Az első helyek azért különösen értékesek, mert alig pár századdal vertük meg a 2. helyezetteket. Mindig elhatározom, na ennek itt a vége, mert annyira fájdalmas a megérkezés a célba. Elég, abba hagyom. Aztán megint ott vagyok újra és újra. Azt hiszem, ez csak azt tudja megérteni és érezni, aki volt már ilyen helyzetben verseny után.